Köszöntöm nézőnket, ifjúunk az Ifjúsági Házban. Az előbbiekben fejeződött be Körmendi Lajos könyv bemutatója. Rideg István tanárúrral beszélgetünk, aki a körmendi művek nagy ismerője és avatott szakértője. Hogyan érzi, hogyan sikerült ez a bemutató, hiszen nagyon sokan eljöttek és kíváncsiak voltak erre a most megjelent második kötetre. Meglepetésszerűen hatott rám ez a találkozó. Nagyon sokan voltak, nem is gondoltam volna, hogy ilyen sokan eljönnek. Sok ismerős volt közöttük, egy kicsit az ifjúságot hiányolom közülük, mert Lajos tanított sok gimnazistát is, és úgy gondoltam, hogy esetleg az iskolákból is lesz delegáció. Tehát a fiatalság is érdeklődik Körmendi iránt. Egyébként pompásnak éreztem az egész itt lételt, és Halászi Aladár barátom meg nagyon meglepett egy szonettel. Köszönöm neki most ezúton is. Van-e kedvenc verse, hiszen azért nagyon sok minden elhangzott ma itt, fel is olvasott a kötetből, de van-e olyan rejtett tartalék, amit mondjuk nem mondott itt el, és valamiért kedvesi, és még esetleg a következő kötetbe fog belekerülni, vagy nem nagyon lehet így választani? Hát nem versről szeretnék majd külön beszélni legközelebb, a következő bemutatónál, hanem a Tátos kincse meséiről, gyönyörű mesék vannak benne, és igen, modern felfogással, modern eszközökkel feldolgozva. A legszebb, a harmadik pályaszakasz legszebb műve a Bengecsek. Tehát még az első pályának a mifelénk, hát hogy mondjam, mű a legérdekesebb, a második kötetnek a Lóamecsetben, így a harmadiknak pedig az emblematikus műve a Bengecsek. Hány évtizedes volt az önök barátsága? Hát 1965-ben jöttem ide, akkor Lajos a könyvesboltban dolgozott, attól kezdve ismertük egymást, 1965-től 2005-ig, amikor szegény ugye elment közülünk. És hát pedagógusként is tanítottak együtt a gimnáziumban. Azt hiszem, hogy az még plusz egy töltést ad ahhoz, hogy még személyesebben tudjon megemlékezni róla. Igen, én a Magyar Munkaközösségnek a vezetője voltam, ő pedig a tagja, tehát elmentem néha óráit meglátogatni, és nagy élmény volt. Tehát sokan úgy gondolták, hogy egy nagyon lezser, könnyelmű tanár lesz. Nem, nagyon keményen kellett dolgozni a gyerekeknek vele, de az biztos, hogy nagyon tudta őket lelkesíteni, mindegyikbe észre tudta venni a tehetséget, úgyhogy a református templomot elhúzták volna a kedvéért. Én még emlékszem a Jorik korszakra, amikor a gimnáziumnak volt a Jorik színjátszó és a kazak fordítások egyebek, tehát ez tényleg nem most volt már, de ön is azért fölkarolta a tehetségeket, tehát hogyha mondhatjuk, egy picit próbálta ugyanazt csinálni, amit Lajos csinált. Hogyan érzi a mai fiatalok, mennyiben találnak az ő verseiben vagy meséiben nekik fontos gondolatokat? Hát hogy ne találnának? Itten Karcagon a diákok tanulnak tőle, mesét is tanulnak, verset is tanulnak, mai előadásunkon is tartunk ilyeneket, akik elmondták, az egyik egyetemista úgy jött vissza, Domján Sanyi, az díjat nyert vele valahol. Azt hiszem, hogy az április versenyen, szavaló versenyen, vagy Berekfürdőben is szoktunk meséket hallani tőlük. Persze, majd tudnék én is nekik ötletet adni, hogy olyan verseket is hozzanak elő, amit még nem ismernek, de nagyon jó és nagyon jó ütős versek, vagy éppen sztorik, történetek, elbeszélések. Hát én is erre akartam célozni, hiszen ott van a Berekben a verseny, és azért van, amikor 5-6-szor ugyanazt halljuk egy nap, tehát vannak még ott olyan rejtett kincsek, amit ön is mondott, amit lehet, hogy fogunk még hallani. Én azt kívánom, hogy legyen sok kitartása, hogy a következő kötet is minél hamarabb megjelenhessen. Igen, én is nagyon örülnék néki, hogy még az idén tető alá tudnánk hozni a harmadik kötetet is, és akkor igaza lenne a Berta Zoltán barátunknak, irodalomtörténésznek, hogy akkor megvan a három kunhalom, vagy pedig hát megvan a gótikus templom. Jó erőt kívánunk ehhez! Nagyon szépen köszönöm, és jó olvasást kívánok az olvasók közönségnek, és szeressék Körmendit. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen én is a lehetőséget.